A feltámadási vigíliában elmaradt a tűzszentelés és a bevonulás. A plébános az oltárnál kezdte a szertartást a húsvéti gyertya meggyújtásával és az exultet, azaz a húsvéti örömének eléneklésével, majd az olvasmányok hangzottak fel. Erhard Robert apátplébános magyar és horvát nyelvű szentbeszédében külön kiemelte az egészségügyi dolgozókat és az önkénteseket, akik ebben a válságos időkben bátran vállalják a felebaráti szolgálatot. A mai éjszakán győzedelmet ünnepelünk. A mai éjszaka ismételten alátámasztotta számunkra azt, hogy mi azon emberek közé tartozunk, akiknek valós hite van, akik nem alaptalanul hiszünk Jézus Krisztusban és a feltámadás hitében. Hogy ismételten bebizonyosodott az, amiről az apostol ír, hogy a legszerencsétlenebb és a legsajnálatra méltóbb emberek lennénk, ha Krisztus nem támadt volna fel, de feltámadt. És mi sem bizonyítja azt jobban, szeretett testvéreim, nem csak az üres sír, hanem azt, hogy a világ kerekségen több mint 2 milliárd keresztény él. El tudjuk-e képzelni azt, szeretett testvéreim, hogy több mint 2 milliárd ember hinne egy halott emberben? Hinne egy halott Istenben? Jézus Krisztus feltámadt, és a feltámadás ereje az, amely mindannyiunkat megérint. És igent mondunk az Úr hívásának. Az apátplébános kiemelte továbbá, hogy mindenki igyekezzen szívében megtalálni azt a lángot, amellyel nem csak saját életében, hanem másoknak is világosságot gyújthat, reményt adhat. A liturgia ünnepi áldással ért véget, mivel a hagyományos húsvéti körmenet elmaradt.